Nehezen és ebben az időszakban csak gyalog megközelíthető helyen, Bihar, Szilágy és Kolozs megyék határában, szlovákok lakta vidéken, Magyar Patakon élő Mihálcsák Juliannát köszöntötte fel születésnapján Böcskei László megyés püspök 2018. március 13-án. A sok viszontagságot megélt, de hitét mindvégig megtartó, életkorát három számjeggyel kifejezhető szlovák hívőért és vele együtt imádkozott a főpásztor, megáldotta őt és népes családját. Az egyházmegye elöljáróját Rolnik Márton, magyar pataki plébános kísérte el. Meglátogatnánk ezt a 103 éves nénit. Most hozzá megyünk, őt szeretnénk felköszönteni, felkeresni, felköszönteni, és hát a születésnapnak az örömét megosztani vele. Biztos, hogy a Jóistennek az oltalmába ajánljuk, hát ez egy olyan idő, ami nem mindenkinek adatik. A helyi plébános örömét fejezte ki a megyéspüspök látogatása iránt, de még boldogabb volt azért, hogy örömet szerezhetett ezáltal másoknak. Örülök annak, hogy püspök úr vállalta ezt az utat ide, mert megtiszteltetés a családnak, de plébániának is, de papnak is az, hogy püspök úr felfigyelt erre. Mihálcsák Julianna kitartó hitéről tanúskodik az a tény, hogy bár testi ereje nagyon megfogyatkozott, látását teljesen elveszítette is, hallása is lényegesen megkárosodott, naponta hangosan imádkozik, egyházi énekekkel dicsőíti Istent. A hozzálátogató főpásztort magyar nyelvű karácsonyi énekkel ajándékozta meg. Atunci când eram noi mici, ne-a dus prima dată la spovedi, după aceea la biserica fiecare duminică. Amikor testi ereje már lényegesen megfogyatkozott, és a külvilággal való kapcsolata is korlátozott, a hit az, ami bátorítja Mihálcsák Juliannát arra, hogy a szenvedés ellenére méltóság teljesen viselje, és élje meg azt az időt, amivel Isten megajándékozni kívánja őt itt a földön.